Sziasztok srácok, illetve lányok, mielőtt elkezdjük a videót, szeretném megköszönni az új csatorna tagoknak, Tominak, hogy támogatják a csatornámnak a fejlődését, illetve jövőjét, illetve szeretném megköszönni István Bodzásnak, Milán Zsolt Wagnernek is a támogatásokat. Hogyha szeretnétek ti is csatornatagok lenni és támogatni a csatorna fejlődését, illetve szerepelni így a videók elején, akkor a leírásban megtaláljátok a csatornatagok vásárlásához szükséges linket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatásokat, illetve a live-ok során pedig a Superchat támogatásokat. Nem is húznám tovább a szót, srácok, lányok, folytassuk is a videót. Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb videóban. Ugye megígértem nektek, hogy csinálok egy videót arról, hogyan tudjátok összeépíteni azt a Power Search buildet, amit én csináltam. Az fontos megjegyezni, hogy ezt a buildet én sem saját magam raktam össze, nekem ebben nézők segítettek a Discord szerveremen. Illetve tudom, hogy megígértem, hogy ezt a videót próbálom nektek minél hamarabb kirakni, csak közben este volt horror nézés, nekiálltam megcsinálni a rasztáimat is, úgyhogy kicsit megcsúszott itt a dolog. Hát akkor térjünk is rá erre a videóra, ebben a videóban részletesen megmutatom, hogyan tudjátok megszerezni a setnek a részeit, ebben beletartozik a sisak, a maszk, a ruha, a kesztyű, a nadrág, a cipő, ezekhez a modok, illetőlegesen a fegyverhez a modok, és maga a fegyver, azt is, hogy tudjátok megszerezni, bár szerintem lila szokere mindenkinek van. Azt mindenképpen akartam mondani, hogy én ebben a videóban igyekszem nem hangos lenni, tehát hogyha esetleg halk vagyok, vagy halknak tartotok, az azért van, mert alszanak nálam, tehát már azért hajnal 2 óra van, csak mondom, tényleg felveszem nektek ezt a videót, és akkor igyekszem minél hamarabb feltölteni. És akkor először is nézzük meg, hogy én mennyit sebzek egy tárból. Ez egy 78000-es damage. Egyébként ez változó, tehát nem mindig ugyanannyi, mindjárt meg is mutatom, mire gondolok. Tessék, ott van egy 83000-es damage. Egy 77000-es damage. Egy 93000-es damage. Tehát egyébként nagyon változó. Nekem eddig a max, ami eddig elment, az 98000, de nem tartom kizártnak azt sem. Tessék, 102000-es damage. Tehát igazából ez egy 100 plusz K damage. Nem mindig, tehát van, amikor 70-80, ez attól függ, hogy hova lőttök. Azt figyeltem meg, hogyha fejre, majd pedig testre lövök, akkor viszont sokat damage-elek. Na, ez egy ilyen 90-100k-s damage, azt azért vegyük figyelembe egyébként például, hogy a sisakomban nem maxos a mod, illetőlegesen ez a fegyverben maxos a mod, tehát a sisakban egyedül nincs kimaxolva a mod, tehát nem tudom jelenleg még felencsen tolni, de minden másban egyébként maxos. Minden másban maxos. Na, akkor térjünk is rá arra, hogy hogyan is néz ki MS utcodnak a kifarmolása. Tehát akkor kezdjük magával a fegyverrel. Egyébként, hogyha nyomtok rá egy pontos J betűt, tehát ráviszitek az egeret magára a fegyverre vagy a ruhadarabra, akkor ez meg fogja mutatni. Tehát itt le is írja nekünk, hogy how to obtain, tehát draw from the wish machine, tehát mi ezt a lila szokert innen a Wish Machine-ből tudjuk megszerezni. Úgyhogy ezt itt tudjátok megszerezni a Wish Machine-be. Következő, hogy a fegyverhez a modot, tehát magát a modot hol tudjuk megszerezni, mint weapon crate-eket nyitni Red Sands, vagy pedig a Blackheart régióban. Meg kell ölni a Trint hard, vagy pedig pro módban. Egyébként a Trint, azt mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hol találjátok meg a térképen. Tehát a térképen, ha kizoomoltok, akkor ez a
Gália Cliff Monolith. Gália Cliff Monolith lesz itt nektek a Trint. A vágásé, srácok, lányok, csak megnéztem, hogy biztosra mondjak, nem mondjak nektek butaságot. Ténylegesen úgy van, hogy a Static Shock Violent-et, ugye nektek ahhoz meg kell ölni a Trentet, és ugye a térképen meg is mutattam ezt a Gália, vagy Gaia monolitban tudjátok megtenni, illetve akár a Lee Research Labben is meg tudjátok szerezni, vagy pedig Prime War, Easy, Normal, Hard, vagy pedig Nightmare módon. Értem, szóval, hogyha megvan a lila szoker, az nektek Power Surge-et fog adni, ami ugye elektromosság, illetőlegesen a mod szintúgy úgy elektromosságot ad a fegyverhez. Úgyhogy igazából ez egy jó kis elektromos build így a fegyverre. Így maga a fegyver is, meg a mod is ilyen elektromos. A következő az nem más lesz, mint a sisak. A sisakot. A sisakot úgy tudjátok megszerezni, hogy mitikák réteket nyittok Iron Riverben. Tehát városokat pucoltok ki, olyan városokat, ahol még nem csináltátok meg a küldiket, és mitikák réteket nyittok. Érdemes egyébként lecsekkolni, hogyha már Iron River-ben mondjuk kivittétek az összes várost, kinyitottátok az összes mitikál krétet, akkor egyébként érdemes bemenni a blueprintekbe, az armorba, és rámenni a sisakra, és megnézni, hogy nincs-e meg nektek, vagy nem-e kell állokkolnotok, hiszen hogyha Iron River-be kiállokkoltátok az összes mitikál krétet, akkor ez a szemüveg meg kell, hogy legyen nektek. Oké, és a következő dolog ennek a szemüvegnek kell egy Deviation Expert Violent, amit armor krétek kinyitásával Redsense-be, illetve Blackheart régióba, illetőlegesen Securement Silo PSI normal, hard vagy pedig pro módon, illetve hogyha megölitek a Forsaken Giant-et vagy pedig a Lee Research Lab-et kiviszitek, ahol nincs leírva, hogy hard vagy pro módot, simán egyszerűen kell kivinni, vagy amilyen módon ugye elérhető, mert a Research Lab még jelenleg az én szerveremen nem elérhető, így erről nem tudok nyilatkozni. A következő az a mask lesz, ez egy Falcon mask, erre pedig a Thunderclap-et kell megszerezni, tehát akkor nézzük is meg, hogy a Falcon maskot hogyan tudjuk megszerezni. A Falcon maskot ugye fel kell fedeznünk, illetőlegesen mitikál kréteket kell kinyitnunk Red Sense-be. A Falcon maskhoz pedig a Thunderclap-et kell megszerezni. A Thunderclap-et pedig ismételten armor krétek kinyitásával Red Sense-be, illetve Blackheart régióban, Sacrament Zero EX1-ben tudjátok megszerezni, normál, hard vagy pedig pro módon. El kell pusztítani hozzá például a Forsaken Giant-et, hogyha nem akartok silózni vagy armor kréteket nyitogatni, mert tudjátok csinálni még a Lee Research Lemet, illetőlegesen Prime World Easy, Normal, Hard vagy pedig Nightmare módon. A következő az egy Falcon kesztyű lesz. A Falcon kesztyűt pedig ismertetem felfedezéssel, mitikál krétek kinyitásával Red Sense-ben tudjátok megszerezni. És a Falcon kréthez pedig az Elemental Overload Talents kell, amit armor kréte kinyitásával Red Sense-ben, illetve Blackheart régióban tudtok megszerezni. Sacrament Silo Sigma-ban, Hard, illetve Pro módon tudjátok. Tehát itt, hogyha normál módon nyomjátok ki, már nem fogja megadni. Tehát látjátok, nincs feltüntetve a normál mód, csak a Hard és a Pro. Tehát ezt a Sacrament Silo Sigma-t, hogyha azon akarjátok kifarmolni, mindenképpen Hard és Pro módban nyomjátok. Forsaken Giant-tel is meg lehet szerezni, illetőlegesen Lee Research Lab-bel is. A következő az nem más lesz, mint a Heavy Duty Shoes. A Heavy Duty Shoes-t ismételten felfedezéssel, mitikál krétek kinyitásával, viszont itt már csak pinkbe. Illetőlegesen ehhez pedig egy Covered Advanced Talents kell, amiből nem tudom, hogy van-e pontosan legendari, de ha van, akkor értem szerint érdemes azt kiszedni. Ezt pedig armor kréte kinyitásával Red Sense-be, illetve Blackheart régióba, Sacrament Zero PHI Hard, illetve Pro mod, itt ugyanúgy nem tudjátok normál módon kivinni, Forsaken Giant-tel például, illetőlegesen Lee Research Lab-bel tudjátok megszerezni.
következő nem más lesz, mint egy Agent Top. Az Agent Topot ismertetlen felfedezéssel, mitikák réte kinyitásával Iron Riverben tudjátok megszerezni. Illetőlegesen ehhez kell egy Flame Resonance, amit Weapon Crate kinyitásával Recenzbe és Blackheart régióba. Ez már ezt amúgy már rendes fejből mondom gyakorlatilag, bár annyiszor kimondtam. Illetőlegesen el kell pusztítani hozzá a Ravenous Huntert, nem tudom, hogy kell kiejteni, Hard, illetve Pro módon, tehát egy normál mód itt sem játszik semmiféleképpen, Lee Research Lab, illetve Primal, Easy, Normal, illetve Hard és Nightmare módon. Akkor az utolsó pedig a nadrágunk, ez egy Heavy Duty Pants lesz. Ezt úgy tudjátok megszerezni, hogy felfedeztek és mitikák réteget nyitok ki Chal Peakben. A nadrághoz pedig egy Deadshotot használunk, amit Armor réteg kinyitásával Recenzbe és a Blackheart régióba, Sacrament Silo, PSI, Normal, Hard, illetve Pro mód, tehát ezt normál módba ki tudjátok vinni, Forsaken Giantet és meg tudjátok venni, hogy dobja, illetve Research, The Research Lab, mert tudjátok még megszerezni. Ami fontos egyébként, ha itt megnyomjátok a C betűt, illetőlegesen itt letekertek, akkor itt meg tudjátok nézni a statokat. Most pontosan a Power, ja, Shock Damage. Itt van a Shock Damage bónusz, 34%. Úgyhogy itt meg tudjátok nézni a statokat. Most egészen konkrétan pontosan, hogy én mit keresek, arról fogalmam sincs. Én gondoltam, itt is Power Search-ként van feltüntetve, de nem, itt sok damage-nek van feltüntetve, ami ugye 34%. Úgyhogy srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna, viszont mielőtt itt véget vetek ennek a videónak, amit még nemféleképpen be akartam nektek mutatni, meg elmondani, az nem más, mint hogy Melee Attackból, hogyha lehetőségetek van, mindenféleképpen szerezzétek meg ezt a Stun Baton nevezetű elektromos Power Surge-es ilyen botot, ez ilyen elektromos bot, mert ez is Power Surge-ot ad, illetőlegesen erre is tudtok tenni majd egy elektromos Static Shock Violentet. Így van, tudtok erre rárakni Static Shock Violentet, ami egyébként nagyon-nagyon fontos. Tehát én azt ajánlom, hogy erre a Melee Weaponre tehetek egy Static Shock Violentet. Ugye hol tudjátok megszerezni ezt az elektromos botot? Meg fogom ugyan mutatni nektek. Hát ez az elektromos bothoz nektek weapon crate-eket kell nyitni a vadonba, hogy ezt meg tudjátok szerezni. Most az, hogy a vadon az így elég konkrétan mit jelent, azt megmondom az őszintét, én se tudom. Tehát, hogy így bárhol, ahol vagytok, egy ládát nyittok, így az számít a vadonnak, vagy tényleg erdős részen kell, vagy nem. Ezt nem tudom, ezt majd a komment szekcióban, aki esetleg jobban ért hozzá, az írja le. De ezt mindenféleképpen ajánlom, nem kötelező, meg nem muszáj, mert most nekem se volt ugye megcsinálva, viszont én tervezem ezt használni, tervezem bemodolni, kihúzni, és akkor úgy érzem, akkor lesz teljes a set, ugyanis elektromos fegyver, elektromos moddal, elektromos set, elektromos modokkal, és elektromos mili, elektromos moddal. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, igyekeztem minél hamarabb felvenni nektek ezt a videót, mert streamben nagyon sokan kértétek, hogy küldjek el egy listát, mit hogy kell kifarmolni, milyen szettet, milyen modokkal, hol kell megszerezni. Láttam, hogy az előző videómban nagyon sokan confused-ok lettetek, azt, hogy mondjam magyarul, hogy összezavarodtatok, nem voltatok tisztában, belezavarodtatok ebbe a bildelés dologba, hogy most akkor fegyvered van ahhoz, milyen build kell. Először volt, aki lecraftolta magát a szettet, nem tudta, milyen fegyvert használjon hozzá, hogy milyen modokat érdemes használni, és tudom, ez nagyon sok így elsőre, így eddig játszottatok a játékkal, dungeon-öztetek, fanoltatok, könnyűnek tűnt, azt hittétek, hogyha megvan a lila, megvan a legendari, megvannak a legendari módok, akkor ti vagytok a királycsászárok. Erre most én gyakorlatilag egy lila
Szokerrel sebzek 102 ezret, meg lehet, hogy a legendarival alig sebeztek mondjuk 60 ezret. Úgyhogy persze nem azt mondom, hogy mindenki menjen rá a Dimitrire, mert a játéknak megvan az a szépsége, hogy te, ha akarsz, eltölthetsz órákat az építkezéssel, tehát én se kevés órát töltöttem el építkezéssel ebbe a játékba. Eltölthetsz az elektromossággal, a bázisod védelmével, a dungeon farmolással, hogy megtanuld a boss taktikákat, ott vannak a Prime War-ok, ugye ezekhez folyamatosan jönnek újabb és újabb nehézségfokozatok, tehát hogy ha megvan a normál, akkor jön a nehéz, utána jön a pro nehézségi szint, utána jön a rémálom nehézségi szint, tehát folyamatosan van mit csinálni a játékban, felfedezel, lootolgatsz, építed a bázisodat, csinálgatod a küldetéseket, kiépítesz egy jó buildet, hogy sokat sebez, segítesz a kis szintűeknek, a haveroknak, workshopozol, a raideket csinálsz itton, és jönnek a szörnyek, akkor megvéded a bázist és farmolsz tarkcsormot, tehát tényleg nagyon-nagyon sok lehetőség van a játékban, ott vannak az eventek is, tehát nehogy azt higgyétek, hogyha ti éppen mondjuk nem húzzátok ki a legjobb buildet a játékban, vagy nincsenek meg a legdurvább cuccaitok a játékban, vagy nem használjátok ugyanazt a buildet, mint én, vagy mint azok a külföldi streamerek, akik ilyen irdatlan nagyokat sebeznek, nem kell megijedni, ez nem így működik, tehát hogyha te mondjuk sebzel 60-70 ezret a fegyvereddel, akkor te semmivel, de semmivel nem leszel kevesebb, mint én, és semmivel nem leszel kevesebb, mint a külföldi streamerek. Ez egy játék, a lényeg az, hogy élvezzétek, és segítsük egymást ott, ahol tudjuk. Tőlem megkérdeztétek, hogy hogyan néz ki ez a build, miből áll össze, hogyan kell megszerezni. Ilyen csináltam nektek erről egy videót, mert megígértem. Viszont nem kell amiatt aggódni, hogy ti most úristen, keveset sebeztek, stb. Nem kell amiatt aggódni, tényleg nem kell ezen stresszelni. Ha nektek ekkora fejtörést okoz, ekkora felfájást okoz az, hogy ilyen buildeket építsetek, akkor egyelőre pihentessétek, aztán majd később nézzetek vissza rá, vagy ha tényleg egyáltalán nem akartok vele foglalkozni, mert csak nyűg az egész, nem muszáj, tehát akkor ne foglalkozzatok vele, mert láttam nagyon sokan stresszelnek rajta, nagyon ki vannak akadva, sokaknak fogalmuk sincs, hogy ez hogy működik. Úgyhogy srácok, lányok, ezt vegyétek tényleg alapul, hogy ez egy játék, rengeteg dolgot tudtok benne csinálni. Nem is húznám tovább a szót, srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő videóban, addig is mindenféleképpen megkérlek titeket, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, illetve ne felejtsétek el, ha szeretnétek támogatni a munkásságomat, akkor lehetőségetek van a csatornámat donate formájában, illetve csatorna tagság formájában támogatni. Úgyhogy ha lehetőségetek van és szeretnétek támogatni engem, azt nagyon megköszönöm, természetesen ez nem kötelező, de hogy a YouTuber karrierem tudjon fejlődni és gyakrabban tudjak nektek gyártani videókat, ezzel nekem sokat tudtok segíteni. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!